sok futással a területek zárásával majdnem végig el tudta rontani a Tamási kombinatív játékát. A Kakasd nem csak védekezett, hanem gyorsindításokkal, labdakihozatalokkal gyakorta portyáztak a vendégek 16-os előtt, olykor azért a Márt testvérek jóvoltából veszélyeztettek is. Látszik, hogy munka, komoly edzésmunka folyt az elmúlt hónapokban Kakasdon, fizikailag úgy tűnik, a legnagyobbakkal is fel tudja venni a versenyt a megye egyben Szabó Tibor csapata. Morálisan rend is volt, és az is van. Nekünk csak ez vezet eredményre, hogy így együtt harcolunk, közel van, leszűkítjük a területet, kisegítjük egymást, nincsenek nálunk sztárjátékosok, nincsenek külföldi játékosok, csak ez vezet eredményre. Reméltem, hogy átmentjük a dombovári formánkat, és hála Istennek sikerült ugyanezt a lelkesedést átmenteni, és hogy mentek el a percek, srácok is látták, hogy van keresnivalónk. Így igaz, a tamási szurkolók is már kezdtek belenyugodni a pontvesztésbe, csapatok gólképtelenségébe, kezdtek a fedett lelátón mozgolódni, és elérkeztünk ekkor a 88. percig, 2 perccel a vége előtt jártunk. És szöglethez jutott a Tamási. A Bonyhád felé néző kapunál érkező szögletre ki más, mint a tamási futballvezér, játékos edző Jamme Haruna, amolyan liftként emelkedett a magasba, és úgy fejelt a kapu számára védhetetlenül a bal felső sarok irányába, ahogyan azt a nagykönyvben megírják. Ez az egy momentum, vagyis a gól döntött, Haruna Kakasd 1-0, így is fogalmazhatnánk. Megint nem volt hiába való, hogy csatártársaik tehetetlenségét látva a második félidő közepén pályára küldte saját magát az afrikai magyar csatár, aki egyben a megyei góllövő lista éllovasa is. Ünnepeltek a vendég szurkolók, a gólszerzőt is szerették volna éltetni, aki nem nagyon hagyta magát, mert edzőként gondolkodva eléggé dühös volt a lefújást követően, és góljáról sem akart nyilatkozni. Stílszerűen szólva átpasszolta ezt a lehetőséget egyik csapattársának. Tényleg nagyon egy brusztolós meccs volt, az, hogy szűk a pálya, nem a legjobb a talaj, és ők visszaszűkültek, nem hagytak nekünk helyet a mi passzjátékunkra, de mi próbáltuk mégis azt játszani, de tényleg le a kalappal a Kakasdi játékosok előtt mindent kiadtak magukból, és szerintem egy jó meccset játszottunk. Egyszerre 4 afrikai volt a pályán, a védelemben egy új afrikaival, de más új igazolást is felfedezhettünk a tamásiaknál. Jött a Halászroli középre, ő futásba tud még adni, és a Zima jött hátulra, ő most debütált ezen a mérkőzésen, ő pedig a védekezésbe. Kijelentem, hogy most erősebbek vagyunk, mint a tavaszi félszezonban és az őszi félszezonban. A Kakasdi öltözőt a számukra balszerencsés vereség a bravúros pontszerzés lehetőségének elmulasztása miatt szomorúság töltötte be. Ám egy napot aludva a történtekre már biztosan tudják értékelni a Tamási elleni 0-1-et. Én azt gondolom, hogy jó irányban halad. Én ugye idén csatlakoztam a csapathoz, egybe vagyunk, jó a társaság, edzünk egész héten, tehát együtt vagyunk. Igen, próbáljuk majd mindig megnehezíteni az ellenfél dolgát. A Török Bálinttól érkező új játékos elsősorban azon lesz, hogy a gólerős Márk testvéreket kiszolgálja a jó labdákkal. 2-1-eket próbáltunk kialakítani, most ez sikerült, hogy sikerült, de igazából nem jött össze, tehát nem eredményezett gólt. A bekapott egyetlen gólért konkrétan nem hibáztatható senki, jegyezte meg a mérkőzés után Szabó Tibor. Nem volt megbeszélve, hogy ki fogja, szögletekre nem gyakoroltunk olyan pozíciós játékot, ahol elosztjuk a büntető területet, és akkor abban a sávba kell beérkezni. De hibázni se hibázott senki a szögletnél? Nem hibázott, egy jó szöglet volt, erősen bejött és befejezte. A Kakasd újabb híveket szerzett magának ezzel a meccsel. Legközelebb ugyanis megint nagy csapattal, a bajnok jelölt Tolnával meccselnek.